A koronavírus járvány ellenére is gazdaságilag stabil évet zárt Kisvárda. A polgármester megkeresésünkre elmondta, a városban idáig egészségügyi szempontból sem volt kiemelkedően rossz időszak, az időben bevezetett korlátozó intézkedések megakadályozták a járvány tömeges elterjedését. Bár az előre meghatározott 2020-as költségvetés a védekezés miatt Kisvárdán is módosításra szorult, a fejlesztéseket ez érdemben nem befolyásolta. Leleszi Tibor hangsúlyozta, a zöldváros pályázat kialakítása az év legfontosabb beruházása, melynek keretében újabb közparkokat, zöld felületeket kap a belváros. Emellett a társadalmi felzárkóztatás kapott központi szerepet ebben az évben. Esélyotthon pályázati nagy célunk az, hogy a város fiatalságát valahogy megőrizni. 10 ilyen lakást tudtunk bérlakást átadni teljes felszereltséggel. 35 éven aluli fiataloknak, akiknek hiány szakmában dolgoznak környező cégeknél, cégekkel közösen konzultálva, 2 évig használhatják, és tulajdonképpen nincsen bérleti díj, rezsiköltséget kell, hogy fizessenek, tehát ilyen értelemben ez a része, tehát nem kell albérletre költeni. Ez egy nagy segítség a fiatalság számára, így tudjuk őket tartani. Ezen kívül képzésekkel segítünk a beilleszkedésben. Előkészített beruházásokból sincs hiány Kisvárdán, melyek elsősorban egy még élhetőbb város megteremtését célozzák meg. Új múzeum épület épül a vár szomszédságában, hamarosan elkezdődik egy honvédelmi sportközpont kialakítása, folytatódik a filmpark fejlesztése, továbbá új szabadidős sportparkok is a helyiek rendelkezésére állnak majd jövő évtől. Az önkormányzat emellett kiemelt feladatként kezeli a jövőben is, hogy új munkahelyeket hozzon létre. És azon kívül pedig az, hogy az emberek jól érezzék magukat, hogy legyen egy intelligens város, okos város digitális technológiák alkalmazásával, ez a távlati cél nyilvánvalóan, de nekem ez nagyon szeretném is veszőparipám. Nyilván nagyon fontos az, hogy Kisvárda egy erős helyi közösség alakuljon ki, egy olyan város legyen, amit nagyon erős identitástudattal rendelkezik. A polgármester elmondta, az ünnepi időszakban a város a szokásos rendezvényeit nem tartja meg, kárpótlásul azonban a korábbiaknál is látványosabb ünnepi díszkivilágítással készül az önkormányzat a lakosság számára.